Az ifjú Indiana Jones kalandjai. Hajszál híján. Magyar hangok. Csankó Zoltán, Baradlai Viktor, Farkasinszky Edit, Pásztor Erzsi, Szalai Imre. Magyar szöveg Hannibál Zsolt, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Ulman Gábor, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező és producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Nos, Henry, kész vagy a feladattal? Igen, persze. Jó. Ebéd után részletesen megnézem a munkád. Szimur, muszáj. Illik megismerned a vendéglátónk történelmét. És tényleg nagyon érdekes, Henry. Most olvastam a kozákokról. Miért féltek tőlük az emberek? Az orosz birodalom hatalmas és számos nemzetiség lakja. Némelyiküket sokan nem tartják... kívánatosnak. De ki? A cár? Sajnos igen. A cár a kozákokra támaszkodva tartja fenn a rendet. A módszereik pedig olykor igen durvák. Például? Jó, elég volt, Junior. De apa! És ne beszélj teri szájjal. Igenis. Fiam, ne szólj egy szót sem! Jones professzor! Kapodivajte! Здравствуйте! Hello, рабочий, не пальчини! Здравствуйте! Liasovék régi jó barátaim! Nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak az esküvőre. Példásan kell viselkedned, amíg itt tartózkodunk. Igen, atyám. És főleg ma, az estéjén. Érthető voltam? Igen, atyám. Jó. Уважаемые друзья, за Федора Ивановича Маковского. Дорогой друг Федя, за здоровье и счастье наших милых детей. На здоровье! Это важно! На здоровье! Наш уважаемый хозяин Сергей Константинович Власов оказывает мне средством Нам-то это круто! Это слушай, это бет!
A viselkedése tűrhetetlen. Most azonnal kérj bocsánatot édesanyádtól. Sajnálom. Henry, mi vendégek vagyunk itt. Vendégek, nem pedig őrjöngő barbárok. De mivel nem vagy képes illendően viselkedni, nem mozdulhatsz el innen. Apa! Egyetlen percre sem! Nos, to by pravilna paní Agvěto, bylo by znať historii mají těla Alexeja Vysarionoviča Makovského. Na zdravě, na jejich žízní, na jejich zdravě. Anna, vidd ki a fiad. Nem tehetek róla. Persze, te semmiről sem tehetsz. A malacról sem, amit lilára festettél Szentpétervárott. Azt már megmagyaráztam. Vagy a szarvas Murmanskban véletlenül került a raktárba. Úgy van, igen. És most mit tudsz felhozni? Denevért láttam. Megint baseballoztál bent a szobában. Nem, anyám, tényleg volt ott egy denevér. Nem akarok erről többet hallani, Henry. Anyám, igazán sajnálom. Majd az apád megbüntet. Mit fog tenni? Mondjuk agyonlövet. Én kötöm be a szemed. Kaphatsz enyhébb büntetést is, de nem sokkal. Ez nem fair. Ezúttal túl messzire ment. Remélem, az apja megfontoltabb lesz. Tessék! Helen, mi történt? Henry, eltűnt. Eltűnt? Nincs meg a párnahúzat, néhány holmia, meg az idétlen baseball kesztyű. Talán csak elbújt. Csak egy újabb csíny. Csíny? Majd adok én neki. Hová mész? Átkutatom az egész házat. Я не говорю по-русски. Ты не говоришь по-русски? Нет. Францез? No. Deutsch? Nein. Итальяно? No. Angolul? Igen, angolul beszélek. Egy közös nyelv? Csodálatos. Igen. Te lúsia kis varangyos béka, hogy mersz engem felékbe lőni? Azt hittem, mennyit.
Úgy nézek ki, mint egy menyét. Rángatom az órom, vagy kapafogaim vannak. Minden angol kisfű ennyire ostoba. Nem angol, amerikai. Így már értem. Sajnálom. Nyúlkálna cászka malaszka patyi mája málcsik. Utálom a fiatalokat. Igen, én meg az öregeket. A gyilkos fegyver. Az a csúzlim. Többé már nem. Adja vissza! Tessék, ez is az én hibám. Mint mindig minden. Várjon! Ellopta a csúzlit. Elkoboztam, tűzifa lesz belőle. Ez nem fair. Sok minden nem fair, maga az élet sem. Engem fenékbe lőni sem fair. Hagyjál békén. Ne gyere utánam! Nem. Maga jön utánam. Jól van. Fogd és eredj a dolgodra. Csak menj le az utamról. Nem is a magáé. Ez a fele igen. Rendben, akkor az meg az enyém. Messze az otthon, ha? Megszöktem. És visszamegyek Amerikába. És miért szöktél meg? A szüleim miatt. Sose jó nekik, amit teszek. A szüleid itt vannak nálunk. Ne próbálkozzon. Tudom, mit akar, de nem fog menni. Felőlem a holdra is elszökhetsz. Nem tartóztatlak. De maga felnőtt. Haza kéne küldenie. 80 évig nem tudott érdekelni, hogy mit kéne tennem. Egyetlen egyszer sem. Egyébként én is szökésben vagyok. Kamu. Kamu? Igen, kamu, nem igaz. Hé, ez az én felem. Hazugnak neveztél engem? Nem egészen. Vagy igazat mondok, vagy hazudok, döntsd el! Mondjuk igazad, de... De mi? De... Maga öreg. És szerinted csak egy gyereket idegesíthet a családja? Nem találjuk, nincs a környékbeli birtokokon. Istenem! Néhány paraszt látta gyalogolni a földeken. Milyen messze? Pár mérföldre. Az emberek keresik. Ne aggódjanak. Hölgyem, megtaláljuk őt. Senki nem hiányzik. A kutyám és a lovaim. Van kutyája? Nekem is. Indiánának hívják. Már vagy egy éve nem láttam, mert nagyon sokat utazunk. Hiányzik? Igen, nagyon is. Már alig várom, hogy láthasson. Nem fog emlékezni rám. Dehogy nem. A kutyák jobbak, mint az emberek. Hoztál a zsákodban tartalék cipőt? Nem. Csak fontos dolgokat. Add csak ide. Szóval cipész, ha? Mi van a zsákjában? Egy zsebkés, kötél, rongyok és a Bibliám. Tessék. Elég régi már. Mint én. Összeillünk. Csak ennyi holmia van? Csak fontos dolgok, ahogy te mondtad. Megmutassam. Ha muszáj. Jól van. Ez egy kesztyű. A baseballhoz. Nézze, valaki ezt megüti. Egy bottal. És valaki elkapja. Ezzel. Egyszerű. Üdítőjáték lehet. Igen.
És ezek? Ezek a baseball kártyáim. Látom, ez nagyon érdekel. Ez a legnagyobb zsákmányom. Christian Mathison, a New York Giants dobója, 37 ponton szerzett egy szezonban, átlagban 1,16-ot meccsenként. És az jó? Jó, az a legjobb. Ezt a kártyát nem adnám oda Darius kincsért sem. Ez biztos után hangzik egy felnőttnek. Én sem adnám a Bibliámat. Vedd fel. Kösz! Hé, nem rossz, nagyon jó, kösz! Éhen fogok halni. Velem együtt. Nem hozott ételt? Nem. És hova akar eljutni étel nélkül? Én okos voltam, és elhoztam egy almát. Nem rossz. Azt hiszem, meg kell osztanom magával. Csak ha akarod. Egyetlen harapás. Rendben. Jó, tessék. Ez majdnem több, mint a fele. Egy harapást kaptam, nem igaz? Igen, de egy kis harapást, nem ilyen hatalmasat. Mindent a szükségletek szerint kell elosztani az emberek között. Én nagyobb vagyok nálad, tehát többre van szükségem. De ez az én almám. Nem, az alma a természet ajándéka. Közös kincs. Miért lenne a te tulajdonod? Te zsugori. A legzsugoribb öregember, akit ismerek, érti? Leesheti, mikor osztok meg magával bármit is. Senki sem kért rá, hogy oszd meg velem az almád. Ezek után közelébe se jöjjön az én térfelemnek. Miért hoztam magammal? Nevelőintézetbe kellett volna küldenem. Henry. Professzor, nem kell túlzásokba esni. A kis Henry megszökött. Ez minden fiúval előfordul ebben a korban. Velem nem. Önnel nem? No csak, egyszer sem. Az egészen más volt. Plačí. Várjon, van a prom. Nyit. Čisto mi posjetili můj bezcenný traktír. Teď lístvom, dobře. O, dávajte, dávajte, běžte, běžte. Víno, víno, dávaj. A rybu. Rozdíl mají. Já vám na rohně. No, jdíte, jdíte. Ez a gyerek nagyon szentelen. Milyen jogon kelt ez bennem bűntudatot? Ki én? Ki én?
Hogy egyen, miközben bebámulsz az ablakon? Ne állj ott, mint Bálám szamara ejtetőn! Gyere be, mielőtt még elrontod a jó kedvem! Igen! Miszkidj rá, miszkidj! Davaj, miszko, miszko! Köszi. Köszönöm. Egyél csak igényeid szerint. Nagyon jó emberek. A szegény ember nagy lelkű. Mi maga, valami áruhás király vagy mi? Régebben írtam néhány könyvet. Nem voltak jók. Tényleg? Akkor mi ez a felhajtás? Ők parasztok. Olvasni sem tudnak. Tudod már, mivel mész Amerikába? Putyautasként hajóval a Bering szorosan át. És aztán? Nos, egy ideig az eszkimóknál maradok, vagy mondjuk. Szerzek egy kutyaszánt, és azzal megyek tovább. Jó terv. Kösz. Én találtam ki. Na és maga? Nekem nincs tervem. Nem tudja, hogy hova akar menni. Csak megszöktem. Szerény helyen szeretnék élni, ahol nincs luxus és romlottság. Ahol közelebb tudok lenni Istenhez. Akkor jöjjön velem New Jersey-be. New Jersey-be? Persze, csak ha akar. Kell, hogy legyen úti célja. És örülnék a társaságának. New Jersey. Jó. Rendben. Prosit. Lehet, hogy érted jöttek. Ó, te jó Isten. Ratozta. Вы меня нашли. Идите прочь. Вам приказано доставить вас домой. Ваша семья беспокоится. Вы вас учит. Черт с ними. Убирайтесь. Мы не можем. У нас приказ. Митмонд. Értem, jöttek, és nem tágítalak nélkülem. Nem engedem. Nem hurcolhatják el az embereket. Ez szabad ország! Szítsa, moje prezsa, kim de rakizom vagy! Kis görénynek nevezett! Komolyan! Ez fordítsa le! Gyorsan! Gyorsan, siessünk! Menj! 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 Drágám. Sajnálom. Folyton arra gondolok, hogy milyen emberek járnak erre. Rablók, banditák. Még csak gyerek. Ha bármi történik vele, én... Semmi nem történik. Előkerül majd. Lev! Lev, ébredjen! Ja, még mindig keresik. Mit csinált? Kirabolt egy bankot? Biztos kirabolt egy bankot. Nem, ez a cári kozák lovasság. Kegyetlenek. A kormány velük tart rettegésben bizonyos balsorsú kisebbségeket. Hé, nézze, még ágyújuk is van. Tolstojnak nevezték. Apám olvasta néhány könyvét.
maga írta azt a vastagot, a háborút. És békét. Komolyan, apám rajong magáért. Apádnak elment az esze. Ebben nem szokott tévedni. Kérdezze meg. Az emberek általában a középszerű dolgokat értékelik nagyra. Sajnos. Hé, már nincsenek itt. Menjünk. Jó, de merre induljunk? Cserkaszovban megáll a vonat. Holnapra ott lehetünk. Igen. A vonat elvisz a Berin szoroshoz. És ingyen utazhatunk. Azért néha jól jön a hírnéfa. Vigyázzon! Nagyon feszült. Mattison készül. Ki fogja ütni emberek? Hihetetlen emberek! A lelátók felé repül! Ó, nem! De jó ég! Mattison megállíthatatlan! A közönség tombol! Szép volt! Nagyon jó ütőjátékos lenne. Kár, hogy írásra pazarolt az időt. Ebben egyetértünk. Egyszer volt egy fiam. És mi lett vele? Meghalt. Már nagyon régen. Szomorú. Szerencsénk lehet. Mír člověk, bude dobře předvízi. Kuda půjď, drží stařík. V New Jersey, my permanentky. Je to što, svatoje město? Has motivem? No tam jest baseball. Köszönöm, köszi. Egy egyszerű trükk. Íme. Összerakom, ráteszem az ujjam, és elhúzom. Könnyű. Nagyon jó, ezt tudjátok. A medve falánk volt. Nem mozdultak, amíg még volt valami ennivaló. Ezért ott ólálkodott körbe-körbe a fa körül. Felmászott a fa ágára, rettenetesen csattogtatva a hatalmas fogait. Csapdába esett. Egyszer csak előjött egy vadász az erdőből. Nagyon csodálkozott. Felemelte a puskát, és lelőtte a medvét. Azt mondta neki a nagyapó. Napok óta üldözöm a medvét, de Gregor fel tudta csalni a fára. Büszkeség töltötte el. A fiú éles esze és bátorsága megmentette őket. És aztán? Aha, na mi lett aztán? Vivali a táncovali. Thank you.
Убирайтесь отсюда! Нищим бродягам здесь не место. А то вызову полицию. Нам... Нам értik, ő beteg! Ő beteg! А Патюшка! Из Лиски к пасту сало Патюшка! Он! Сейчас! Толстой! Толстой! Стой! Не стойте там просто так, помогите мне! Меня слышите? Что с вами? Господи, пришел на счет, пришел на счет. Раф, вы попали в грозу? Это опасно. Нет, я... Вам нельзя так волновать. Не трогайте меня, бом-бом! Лев! Mi a baj? Ez a hely nem szent. Ez nem az Isten otthona. Miről beszél? Ez egy templom. Nem igaz! Elfordítják az embereket Istentől. Én nem maradok itt. Te segíteni akarnak. Inkább megdöglök a bocsokban, mint egy kutya. Gyűlöli a papokat. Mm-hmm. Segítettek volna. Mert befurakszanak Isten és az emberek közé. Mintha gyertyát gyújtanál azért, hogy jobban lásd a napot. Istent ne a papoktól kölcsönzött szemüvegen át akar nézni, hanem a saját két szemeddel. Igen, de adja ide, kérem. Nagyon köszönöm. Oh, semmiség. Egy kis fejfájás. Nem megy. Nem tudok dolgozni. Beszélnem kellett volna vele. Csak egy percet. De lehetetlen. Olyan makacs, olyan szertelen, olyan bámulatosan... Bámulatos? Nagyon hiányzik. Nem kéne megállnunk. A vonaton majd pihenünk. Majd a következőn. Mi a baj? Jöjjön, üljön le. Le kéne ülnie.
Lehet, de csak egy percre. Nézze, Lev. Nem akartam ezt most szóba hozni, de... Ez az út nem magának való. Ez a hála, amiért elhoztalak idáig. Ne legyen dühös. Hogyan miért lennék, mikor éppen készülsz lerázni engem? Szerintem nem tudja, mire vállalkozott. Nehezebb, mint gondolta, ugye? Tegnap nagyon megijedtem. Az az igazság, hogy túl öreg már ehhez. Te pedig önző vagy. Nélkülem akarsz tovább szökni. Jól van, menj csak, ne törődj velem. Majd csak elrohadok itt. Inkább menjen haza. A családja biztos nagyon aggódik. Őket csak az érdekli, hogy mit kaptak, miután meghaltam. Nem gondolja, hogy túl szigorú hozzájuk. Egy kicsit sem hiányoznak. Na, hogy nem. Ne butáskodj. És neked? Ki látja el, ha megbetegszik? El tudom látni magam. Rólam olyankor a mamám gondoskodik. Menjen haza. Ha te is jössz. Jó. Én is megyek. Kíváncsi lettem volna New Jersey-re. Igen, én is. Hozhatok önnek valamit? Egy forró levest? Nem, köszönöm. Sajnálom a történteket. Csak pihenjen. Jones professzor, a fiú megkerült. Oh, és jól van? Igen, hölgyem. Oh, Istenem, előkerült. Ígérd meg, hogy nem fogod bántani. Ne aggódj, megígérem. Jones professzor, Mrs. Jones. Tiszteletem. Úgy tudjuk, hogy itt van a fiunk. Erre. Köszönjük, csak utána. Harry! Anyám! Halálra rémisztettél minket, halálra! Sajnálom, anyám. Apám, sajnálom. És szeretnék bocsánatot kérni. Apám! A Tolstoj! Igen, ő az. Írt pár könyvet, de nem lisd neki, mert... Nagyon mérges lesz, szerinte nem jók. Gyere, bemutatlak neki. Gyere! Lev, ők a szüleim. Hello. Köszönöm, hogy vigyázott a fiamra. Nagy örömmel tettem. Megtanított a baseballra. Nagyon örömmel. Viszlát, Lev! Viszlát! Садись, Валючик. Могу я тебе что-нибудь принести? Может быть, твою пиби? Кст!
köztátit, köztátit! Успокойся, успокойся, успокойся! Ezt a napot sosem felejtem el. Harry! Honnan van az a Biblia? Levatta. Ez nagyon értékes. Miért fogadtad el? Nem ajándék volt. Elcseréltük. Junior! Apám nem ejtettem át. Besszó! Christy Mathison. New York Giants. Meccs átlag 1,16. A legjobb. Moszkva, Kievi pályaudvar. A vonatot. Ugyan, Junior, még rengeteg időnk van. Miért mindig az utolsó percben mész a mosdóba? Junior, ha szólít a természet, akkor kell... Futás? Gyorsan! Ugorj! Na, ugorj fel! Jó, ülj le. Drágám, úgy aggódom. Fölösleges. Ha nincs lent, Junior... Nem az én hibám volt. Helen miatt. Azt hiszem beteg. Sajnálom, nem javulok. Meg kellene állnunk Odesszában. Az lehetetlen. Athénba kell érnem. Ne törődjenek velem. Gyorsan rendbe jövök. Persze, ha Junior nem indul el világot látni... Miért mindig csak én? Ne vágja szavamba! Gyűlöllek. A szigetet. Áj, drágám. Nem tudnánk várni ezzel holnapig? Nem, nem, az lehetetlen. Holnap éjszakra kell mennem. A Pantheon a legnagyszerűbb épület a világon. Hé, Harry! Drágám, én... Junior, ez nem lóverseny. Nem értem, miért olyan nagyszerű. Még be sincs fejezve. Junior, ugye csak viccelsz? Persze, atyám. Drágám, sajnálom. Szeretnék visszamenni Helenhez. Én... És a Pantheon? A Pantheon megvár, de Helennek szüksége van rám. Sajnálom, hogy el kell mennem. Ez csak migrén. Pa.
pár nap és újra egészséges leszek, mint a mak. Missy Moore. Érezd jól magad. Üdvözlöm a nővéred. Átadom. Te is érezd jól magad, Henry, és ne bosszants fel édesapádat. Ugye nem hagysz itt? De! Majd hétfőn találkozunk. De... Anyám, azt hittem, hogy elviszel. Úgy lesz, Junior. Ó, de jó. Nem. Nem? És akkor ki vigyáz rá? Te, kedvesem. Helen most nem ér rá, különben sem engednék be a gyógyfürdőbe. Meg fogtok vele birkózni. Nem, Anna, ez lehetetlen. Tényleg lehetetlen. Egész utazás alatt erre a látogatásra vártam, nem maradok itt. Én a meteorákra megyek. Akkor vidd magaddal Henryt. A hegyi kolostorok nem gyereknek valók. Nem. Miért nem? Mert veszélyesek. Veszélyesek? Egy kolostor veszélyes? Ugyan már. Az út még veszélyesebb. Érdekesnek tűnik. Egy közös kaland. Igen, egy közös kaland. Hallgass, Junior! Két kezes kard. Anna, ez a munkám. Henry, meg a fiad. Anna, ez elég. Nem... Elég. Keveset foglalkozol vele. Hiányzol neki. Missy Moore beteg, velem nem jöhet el, veled viszont igen. De ez nem... Majd meglátod, hogy milyen jó lesz. Viszlát! Anna! Melcs meg! Elég volt, fiam! Nem tűröm, hogy úgy viselkedj, mint egy vadember. Igenis. Tanult fiatalember vagy, és akként is foglak kezelni. Igenis. Nos, a hétvégén Arisztotelész átiratait fogjuk fordítani. Igen. És garantálom, hogy nem marad időd a bajkeverésre. Világos? Igenis. Csomagolj. Szállj le, Junior! Eneo se anamine, eo sabista e penello esto alma. Köszönöm. Atyám, kétlem, hogy érti az ókori görögöt. Ő szerintem értette. Gyere! Itt harcoltak a gladiátorok. Junior, azok Rómában voltak. Nem itt. Akkor biztos itt vágta le Nagy Sándor a gonoszok fejét. Junior, ez a hely nem mészárszék volt. Egy színházban vagyunk. A görög filozófia és dráma szentélyében. A régi Atén volt a filozófia bölcsője. Mondj csak, ismered Arisztotelészt? Nem, már meghalt. Meghalt? Igen, meghalt. Elmúlt. Ahogy minden ezen a helyen. Halott, halott, halott. Minden. Mi a baj, apám? A fiam. A fiamnak nevezed magad. És szerinted ez halott? Mi a baj vele? Itt csoda született. Egy olyan emberi érték, ami örök. Ez a baj. Tényleg? Igen, már mondtam. A filozófia bölcsőjében állunk. A filozófia. És? És? De mi az a filozófia? Gyere le, Junior! Ne, szerintem inkább menjünk. Junior! Figyelj rám, kérlek! Fontos kérdést tettél fel.
alapos választ akarok adni. Úgyhogy gyere le! Kérlek. Nem, nem, köszönöm. Junior! 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 Jó. Előbb mondd el, mi az a filozófia. Aztán lemegyek. 5 éves korodban sokat kérdeztél. Tényleg? Igen. Atyám, mi az élet? Mi a szépség? Miért vagyunk itt? Akartam, de nem tudtam felelni. Most azt kérdezed, mi a filozófia? Erre sem tudsz felelni. Nos, görögül annyit tesz a bölcsesség szeretete. De úgy is mondhatjuk, a gondolkodás tana. A gondolkodás tana? Igen. Nem vallás, nem tudomány. Valahol közöttük áll, mint egy két tűz között. A filozófián keresztül a létezést próbáljuk megérteni, és a harmóniát keressük. Érted már? Nem, nem nagyon. Várj, hogy mondjam el? 2000 évvel ezelőtt az emberek ugyanezeket kérdezgették. Miért, mit, hogyan? De nem az istenekhez vagy a babonához fordultak válaszokért. Gondolkoztak és megfigyeltek. És találtak választ? Nem. És ezért a kérdéseik a mai napig velünk vannak. Rendben tehát. Ezek a kérdések. A filozófia. Eltaláltad! Arisztotelész nem halott, ahogy Szokratész vagy Platón sem. A gondolataik ma is élnek. Ők adták a modern filozófia alapjait. Minden, amit azóta mondtak, az ő gondolataikon nyugszik. Azok pedig itt születtek. Ezen a helyen. Arisztotelész volt az első, aki felfedezte a logikát. Az, hogy mennyire látjuk át ezeket a kérdéseket, azon múlik, hogy logikusak vagyunk-e. A logikus gondolkozás nem rideg vagy elvont. Ez tulajdonképpen egy érvelési rendszer. Az általános igazságból egyedit alkot. A neve szillogizmus. Mi az a szillogizmus? Kérem a botot, dobd ide. Hoppá! Figyelem! Apám, mit csinálsz? Apám! Apám, jól vagy? Apám! Apám! Apám, jól vagy? Az ember halandó. Hogy érted? Halandó. Egyszer mind meghalunk. Általános igazság, érted? Jó. Ember vagyok. Igen. Így tehát halandó. Egyedi igazság. Az ember halandó, ember vagy, tehát halandó vagy. Az ember halandó. Az ember halandó. Szokratész ember, tehát Szokratész halandó. Tehát ez a szillogizmus. Arisztotelészi logika. Egyszerűnek tűnik, de gondolj bele. A kulcs a deduktív logika. Ez oldja fel a világ nagy rejtélyeit. A létezés titkait. Arisztotelész kérdései. A történelem egyik fordulópontját jelentik. Egy olyan intellektuális ébredés, mely a mai napig sem ért véget. Láthatod, hogy az ő gondolatai emelnek minket a többi élőlény fölé. Ettől vagyunk ilyenek. Gondolkodunk, és ezt nagy becsben kell tartanunk. Apám, elment a kocsink. Nem, Junior, a kocsink ott áll. Nem, atyám, az nem a miénk. Fiam, te szkeptikus vagy. Az nem a miénk. Pedig az, Junior. Honnan tudod?
csak logikusan gondolkozom. A kocsink ott parkolt, ez is ott parkolt, tehát ez a mi kocsink. Ó, igen, értem. A kocsink barna volt, ez is itt barna. Tehát ez a mi kocsink. Kitűnő, Junior, remek! Oprosz! Alifa Barmin! Annak bőrülése volt. Ezen is bőrülés van. Tehát ez a mi kocsink. Ez az, Junior. A milyenken volt kocsis. Ezen is van kocsis. Tehát ez a... Ez a... Figyeltek! Figyeltek! Exo! Figyeltek! Figyeltek! Exo! Atyám, nem hiszem, hogy jár erre busz. Ha jár is, maximum naponta egyszer. És lehet, hogy már elment. Junior, látom, te cinikus vagy. Az vagyok. A cinizmus a szkepticizmusból ered. Ők kétségbe vontak minden tanítást. Diogenész annyira nem érdekelték a földi javak, hogy úgy élt, mint egy kutya. Innen származik a cinizmus szó. A görögből. A kínidikosz azt jelenti kutyamódra. Állítólag egy hordóban élt. Atyám! Atyám, nézd! Nos, én mondtam, hogy hasznos lecke lesz. A következő iskola a sztoicizmus. A sztoicizmus is innen indult. Ők igyekeztek elfogadni a létezés törvényeit. Belenyugodtak abba, ami történt velük. Nem zavarták őket a csirkésen. Evaristo. Köszönjük! Jászasz! Helyedő! Atyám, talán vissza kéne mennünk a szállóba. Nem, a kolostorba megyünk. Nem tudhattam, hogy nem arra mennek. Csak fognunk kell egy másik fuvart. Ilyen külsővel. Apám, nem egészen erre gondoltam, amikor azt mondtad, hogy... Egész hétvégén egy könyvtárban leszünk. Ez egész jó. Keressünk egy kis vizet, mossuk meg a ruhánkat, fürödjünk, és aztán menjünk tovább. Fürdés. Minden fajnak saját természete van. Ezt meg kell értenünk, hogy magunkat megérthessük. Arisztotelész? Hát persze. Ja, ez csodálatos. A természet elnyel bennünket. Figyelj, Junior! Nem tudtam, hogy tudsz úszni. Sok mindent nem tudsz rólam, fiam. Amikor 5 éves voltam, kijártunk úszni a tóra. Jó hideg volt. Meséltem, hogy akkor... Apám! Mi az? Az előbb mondtad, hogy a természet elnyel minket. És? Most éppen a ruháinkat nyeli el. Hogyan? Nézd! Hé! Amis! Amfejízetem! Apám, a kesgék biztos nem értik az ókori görögöt. Atyám! Most szkeptikusok legyünk, cinikusok, vagy sztoikusok? Junior? Igen. Fogd be! Jó retejnek ez!
Jó, retej, rekesz! Vajon megállnak? Persze, ők is racionális lények, mint mi. Racionális lényeknek... Hé! Önző állatok! Nincs örökben semmi szánalom? Atyám, valaki biztos felvesz. Arisztotelésznek hívnak? Igen, azt mondja az asszony. Arisztotelész, ha nem viszed magaddal Platont, nem lesz kihez beszélned. Pedig az fontos. Érdekli a politika? Nem nagyon. Akkor ön idióta. Köszönöm, barátom. Szívesen. Igaza van. Az idióta szavunk görög eredetű, azt jelenti, akit nem érdekel a politika. Ha ezt megjegyzem. Hisz a demokráciában? Az csupán képmutatás. Sosem létezett, és sosem fog. Aki ilyen dolgokban hisz, nagyobb bolond, mint Platón. Érdekes, Platón bolond volt? Nem, atyám, Platón a szamár, ez a szamár. Ó, értem. De ez a demokrácia bölcsője. Ezt mondja a feleségemnek. Hát erről van szó. Azért ez a demokrácia bölcsője. Platón könyvében felvázolta az ideális államot. Vett 3 osztályt. A bölcsekét, az őrökét és a dolgozókét. És leírt 3 államformát. A monarchiát, az oligarchiát, ami a kevesek uralma, és a demokráciát. Te érted, amit mond? Platón a monarchia és a demokrácia egyesítése mellett döntött. Ahol a tömeg és az egyén is uralkodik. Az ő államában a bölcseké lenne minden hatalom. Jó, de mi a lényeg? Arisztotelész szerint is a politika lényege nem a népszerűség, hanem a bölcsesség. Tévedés! Arisztotelész mondta. Nem én, soha! Talán Platón volt. Platón is mondta, de... Platón soha nem mond semmit. Miket beszél? Platón egy szavár! Akkor Arisztotelész. Nem! Az igen! Demokrácia. A hatalom a bölcseké. Ez a demokratikus eszme is a mai napig létezik. A feléket! De hát ezt akarta Arisztotelész. Én ilyet nem akartam! Szú! 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 Elég volt! Nem viszek tovább egy dühöngő demokratát, aki előírja, hogy mit akarjak! Rendben van! Nem is megyek tovább ezen a kocsin, inkább sétálok! Jó! Köszönöm! Elnézést! Gyere, fiam! Gyere! Junior, szállj le! Én nem akarok sétálni. Junior, azonnal szállj le onnan. De atyám, én egyetértek vele. Ez itt nem demokrácia. Dehogy nem. Nem, ez inkább monarchia. Demokráciában élsz, szállj már le! Itt maradok, mert egy demokráciában megtehetem. Ez ügyes volt. Junior. Atyám, szerintem egy bölcs filozófus. Nem vitatkozik a kocsissal. Junior! Megjöttünk. A hegyi kolostorok. Gyönyörűek. Minden jót, fiú. Kösz, Arisztotelész. Szia, Platón! Nézd, a kolostorok! Hogyan építették oda őket? Nos, fiam, létrákat használtak, és hatalmas csörlőket az emeléshez. Hasonlóan a ketrechez, amiben felmegyünk. Az én véleményem szerint ez a hely a világ egyik csodája. Kalisperas, kire? Veveo. Poslátos a fisomének szolontába mena bánoszt a manastére. Ella, tipatok uzuni. Ekparisto, kalimera. Kalimera.
Mi a baj, apám? Tudod, hogy tériszonyom van. Igen, rémisztően. Junior, vissza! Vajon, ha a kötél elszakadna, mennyi idő alatt érnénk le? Hú, elég sokára. Jones professzor, Isten hozta. Köszönöm. Remélem, kellemesen telt az útjuk. Köszönjük. Köszönjük. Ő a fiam. Nagyon örvendek. Mikor elküldtem a meghívót, nem tudtam, hogy van egy fia. Szívesen látjuk a családját. Köszönöm. Reggelre vártuk önt. Feltartottak. Igen. Hosszú történet. Jó, egyenek. A könyvtár ráír. Szerencsé, hogy ide értek, Jones professzor. Holnap után bezárkózunk, és két napot meditálással töltünk. Köszönjük. Jó éjszakát. Ez az ágyunk. Szerint az ember olyan állat, mely gondolkodik. Viselkedj e szerint. Unom magam. Unod? Unod? A keresztény világ egyik leggazdagabb könyvtárában ülünk. És te unod? Attól még csak könyvtár. Akkor kapsz feladatot. Tanulmányozd Arisztotelész késői analitikáját. Első könyv, 4. és 6. fejezet, aztán a szillogizmust felhasználva írsz 3 oldalt arról, hogy milyen kapcsolatban van a logika az okszerűséggel. Ezt a 3. fejezetben keresd meg. Nos? Mire vársz még?
Arisztotélián religión? Filosofosz iszé? Arisztotelén szosztá. Angol vagy? Amerikai. Amerikai? Amerikai filozófus. Nos, apám szerint minden jó filozófus halott. Akkor apád a sötétkorban él? Majdnem. Középkor kutató. Indiana Jones. Nikos Kazantzakis. Örvendek, Indiana. Én is. Miért akarsz ilyet olvasni? Miért nem mész játszani? Atyám adott egy feladatot. Ez az? Igen. Ó, az okszerűség és a logika kapcsolatai. Jól kiszúrt velem. Tudja, hogy nem tudom megírni. Lehetetlen. Hát nem tudom. Segítek neked. Arisztotelész szerint a dolgok természetének célja van. És ez az okszerűség elméletéből ered. Mi az az okszerűség? A könyvekre teszem a narancsot. Igen. Ezt megemelem, és meglökjük. Lögd meg. Jó. Melyik irányba esik? Hát lefelé. Persze, de miért esik le? Mert meglöktem. És még? Csak ezért. Tévedsz. Négy oka is van. Tényleg? Igen. Egyszer a tárgyivalója. A súlya. Aztán az alakja. Kerek. Tehát gurul. Aztán meglökted. És végül az, hogy mindig a legalacsonyabb szint felé törekszik. Mert hat rá a gravitáció. Nem. Ez rendeltetés. A narancsnak le kell esnie. Ahogy a madárnak repülnie kell. Jó, de miért? Le kell esnie, hogy újfa nőhessen belőle. Mi köze ehhez a logikának? Egy barátom gyönyörű verset írt, mikor itt járt a kolostorban. Elmondjam? Hosszú. Kértem a mandulafát. Nővér, beszélj Istenről. És a fa virágba borult. Tehát minden történésnek célja van. És négy oka. De mi a végső ok? Bravo. Erre már nem a logika ad választ, hanem a bölcselet. Ezt a kérdést várta édesapád, hogy megtaláld. Tényleg? Tudod, Isten a nagy mozgató, a legfőbb ok. Istent nem köti semmiféle logika. Igen. Ügyes vagy. Akkor én is filozófus vagyok. Talán igen. Izgalmas, ugye? Tudod, a bölcselet több a logikánál. De fel kell tennünk a kérdést. Elfogadhatunk-e bármit igaznak, bizonyság nélkül? Nos? Nem tudom. Én sem tudom. Még nem.
Köszönöm, páter. Jó utat. Ég áldjon. Örülök, hogy be tudta fejezni a munkáját, mert most mindannyian visszavonulunk két napra. Köszönjük. Minden viszlát. Kész a dolgozat? Itt van, atyám. Ó. Gyere, sietnünk kell. Nagyon jó. Meglepően. Igen, tudom. Bár abban nem vagyok biztos, hogy a bölcselet a logika felett áll. Ezt Nikos Kazantzakis mondta. Kazantzakis? Igen, a filozófus és költő. Kazantzakis? Nem. Ő romantikus. Atya! Apám! Még nem értük el a földet! Észrevettem, Junior! Segíts fel! Apám, semmi bajod? Jól vagy? Igen, igen, jól. Még nagyon messze vagyunk. Hello? Hello? Van ott valaki? Itt vagyunk! Hello? Hello? Apám. Mi az? Nem felejtettek itt, ugye? Junior, biztosan elromlott a szerkezet, és e pillanatban épp javítják. Csak használd a logikát. Rendben. De akkor miért nem kiabáltak? Talán nem akartak megijeszteni. Talán. De talán nincsenek is ott. Talán felbosszantottuk őket, és most... Most itt hagynak minket lóba, hogy éhen pusztuljunk. Vagy hogy megegyenek a keselyük. Kérlek, Junior. Szerintem neked is ez jár a fejedben. Nem tudjuk, miért vagyunk itt. Ezen gondolkodj. Befognád a szádat. Az aggodalomra nincsen semmi okunk. Istenem, de gyönyörű. Junior, oda néz. Igen, atyám. Nagyon hideg van. Egy éjszaka a könyvtárban. Egy a pokol szélén. Atyám, fázom. Tessék, vedd fel. Köszönöm. Köszönöm. Még mindig nagyon fázom. Félek. Junior. Én is. Végre egyetértünk. Harry, bármi történjék, egy valamit tudnod kell. Én... Ó, nem! Nem! Menj el! Menj arré! Ki mondta, hogy gyújtsunk tüzet? Tényleg? Igen. Jól vagy? Remekül, atyám, sosem voltam jobban. Az anyád hibája. Ó, ne keverd bele a mamát. Azt keverek bele, akit akarok. Te gyújtottad meg a tüzet. De csak miattad.
Elfelejtettem. Mintha így se lettünk volna. Ne veszítsük el a fejünket. Mindjárt ébrednek. Még csak 12 órája vagyunk itt. Mi az a 12 óra? Talán... felmászhatnék oda. Ne, ne, az túl veszélyes. Apa, miért ne? Otthon állandóan kötélre másztam. Ez ugyanaz, csak hosszabb. Nem engedem. És ha leesel? Van jobb ötleted? Igen, van. Én mászom fel. Az még veszélyesebb. És ha leesel? Nem esem le. Én számtalan dologhoz értek. Például a mászáshoz. Ne feledjük el Arisztotelész mondását. Ne légy vakmerő, se túl félénk. Járj középen, és légy óvatos. Jó mondás. Az arisztotelészi etika, logika és metafizika minden másnál nagyobb hatással volt a nyugati kultúrára. Atyám, nem mászol fel? Oh. De... sokat kell még tanulnod tőlem, Junior. Anyádnak igaza van. Nem töltünk elég időt egymással. Mostantól azon leszek, hogy minél többet legyünk együtt. Biztos, hogy ez jó ötlet? Hát persze, Junior. Te jó ég. Hányni fogok. Junior! Nem bírom! Apám! Ne csúsz! Ne csúsz le! Ne csúsz! Jézusom, a kezem! Apám, jól vagy? Szóltam, hogy ne csúsz! Jól van, Junior, tudom! Fújjuk, ha segít! Jól van, rendbe jössz, apám! Gyere! Junior, imádkozzunk. Ne, várj, apám! Légy logikus! Logikus? Igen! Arisztotelész logikája a dolgok természetét magyarázza meg, ugye? Miket zagyvársz itt? A létre fából van, ugye? Igen. Ahogy a ketrec is. És? Tehát a ketrec létre. Az ő logikája nem egészen ilyen. Létrára van szükségünk. Csináljunk egyet a ketrecből. Remek ötlet! Minden fadarab egy fog! Arisztotelész apa! Ő tanított gondolkodni! Siess, Junior! Ha látjuk a dolgok természetét, megértjük a világot, Arisztotelész logikája segített ki a bajból. Ez már jó lesz, Junior! Gyerünk! Várj! Ez az! Junior! Igen! Gyere, oldozz el, és aztán add nekem! Gyere, Junior! Lépj a fogokra! Ez az, fiam! A szakadást kell elérned! Apa!
Tarts ki, fiam! Jól van. Már nincs sok hátra. Jó? Kérem a következő fokot. Jó. Jó. Tessék, apám. Már majdnem ott vagyunk. Nincs sok hátra, gyere! Leesett a csiga. Fejen találhatta. Espasse. Espasse to truhari. Esmenos to kalati. Halló. Jól van? Kati hite. Inetazma. Teo. Ole én egy klisztisztomulás tévián szénizmó. Észti át Dénisz, eh? Erhome. Újra itt. Remélem, jól utaztak. Üdvözlöm. Köszönjük. Kitűnően. Junior, jól utaztál? Én remekül utaztam. Tényleg? Első osztályon? Igen, első. Junior? Igen. Talán kíméljük meg édesanyádot a beszámolótól. Értem, atyám. Kiváló. Megjöttünk, Junior. Szállj le. És ne feledd, lakat a szádra. Köszönöm. Viszlát. Köszönjük. Te jó ég! Mi történt veletek? Találkoztunk néhány kecskével. Missim úr jobban van? Ó, sokkal köszönöm. Már csak nem egészséges vagyok. Remek. És milyen volt az út? Megértettétek egymást? Mit gondolsz, fiam? Értettük egymást? Filozófiai szempontból. Ó, természetesen, fiam. Akkor egy szillogizmussal válaszolnék. Szillogizmussal? Apák és fiúk megértik egymást? Mi is azok vagyunk, tehát megértjük egymást. Az én két hősöm. Köszönöm.